Sziasztok, újra itt vagyok, nem sokáig. Következő előadásunk nem lesz más, mint ki szereti a Legót, és a Star Wars-t, és mind a kettőt. Ez az, tök jó. Na, úgyhogy most Lego és Star Wars keverikéről fogtok hallani egy előadást. Tehát a Magyar Lego Star Wars Klub egy non-profit egyesület, 2019-ben alakult meg egy baráti csoportosulás, amely ugye a Lego és a Star Wars szeretete hozott össze. Fogadjátok őket nagy tapssal! Sziasztok! Sziasztok! Első kérdésem az volna, hogy ki szeret legózni, az jöjjön ide. Minél többen vagyunk, annál jobb. Na most nem egyedül leszek, hanem itt vannak a segédekeim. Úgyhogy gyertek be, srácok! Dávid, Sasi, Marci, Csabi, Ármin és Dávid. És tudjátok, nagy tapsot kértek. Köszönjük szépen! Mi szeretjük. Figyeljetek, nem halljuk. A fiataloknak van még egy kis lámpalázuk, úgyhogy légy szíves, bátorítsátok őket, jó? Köszi. Na most fölteszünk majd pár kérdést, amit bárki szívesen válaszolhat rá a nézők között is. Úgyhogy az lenne a kérésünk, hogy gyertek ide, hogy mindenki hallja. A mai témánk ugye a legózás, és illetve a gyűjtés. Gondolom mindegyikőtök szeret gyűjteni. Ahogy látjátok, elég sok idő eltelt. És nézzük meg, hogy milyen brendek vannak. Ugye a brendek azok az márkák, amik ugye a Lego kiadott. Legyen szó Cityről, Space-ről, Várakról, Kalózosról, stb. Az első kérdésünk az volna, hogy ti mit gyűjtötök? Srácok? Jó magam, Star Wars gyűjtök, illetve régebbi Legókba is belekezdtem, például a régi Space Lego, vagy Pirates Lego, de volt, hogy próbáltakoztam a Gyűrűk Urával is, de azt abba hagytam, mert iszonyat drága lett. Leginkább ezekkel foglalkoztam így a eddigi karrierem során. Én csak Star Wars-ot gyűjtök. Gyűjtöttem Star Wars-t, Marvel-t, Ninjago-t. Szintén meg akartam próbálni a Gyűrűk Ura gyűjtést, pár hobbit ugye, csak hát eszméletlenül elszaladt az ára az utóbbi években. Hát én Space Legóval kezdtem annak idején, mert ugye Star Wars nem volt, és abból építettük az X-szárnyút, abból építettük a tájvadászt, és próbáltuk minél több olyan dolgot csinálni belőle. Most meg ugye 100%-on csak is kizárólag Star Wars. Én régebben Cityt gyűjtöttem meg Ninjago, de most már csak Star Wars. Én gyűjtök most Star Wars, és mindenféle ilyen 70-es, 80-as, 90-es évben lévő Lego készleteket. Minden, ami régi és jól néz ki, főleg a Space. Jó kis old school-t hallottunk. Egy tapsot azért megérne a ifjú úr. Tudjátok, ő itt a fiam. Ami azt jelenti, hogy amit ő gyűjt, azt én gyűjtöttem annak idején. Illetve most azt gyűjtem, amit ő gyűjt, mert ugye hát nyilván kell lesz szponzor a családba, aki mindezt kifizeti. Fizetéses hirdetés hallottunk. Így van. Na most a nézők közül, ti mit gyűjtötök? Hangosabban, gyertek ide nyugodtan, nem harapunk. Maximum beépítünk. Baduntus. Állítólag birodalmat is építünk. Hát ez nem jött össze. Na, bátrabban. Tudom, látom, mindenki duplóval kezdte, ugye? Valljátok be. Bólogassatok. Nem, ez nem igaz. Én életemben nem duplóztam. Itt ilyen Playmobil, meg hasonló szavak hangzanak el innen hátulról. Az egy másik világ. Star Wars, ne keverjük a Star Trek-kel. Bocs, Stargate-esek. Na jó, hát akkor menjünk tovább. Következő a kérdés, ami úgy hangzik, ti hol és hogyan tároljátok őket? Na most ugye mi egy olyan cégnek a kockáit rakjuk, ami ugye skandináv. És a legtöbben skandináv bútoron tartják,
de kíváncsi vagyok, hogy ki hol tartja. Kezdjük másik oldalról. Én a saját szobámban, vitrinekben, ágyon fölött, ágyon mellett, szekrény tetején, a szüleim hálószobájában, és dolgozószobájában, nappaliban, konyhában még nincs, de lesz, nem tudom. Szóval mindenhol, ahol van kicsike kis 10 négyzetméternyi hely, ahol elfér valami, ami Lego. Én egy nagy IKEA-s szekrénybe tartom őket a szobámba. Ez volt a reklámhelye. És még a gépem fölött is vannak polcok, azokon is gyűjtöm a legókat. Én ezeken szoktam. Igen, legközelebb, amennyiben a skandináv bútorgyárnak valamelyik képviselője esetleg itt lenne, legközelebb csak akkor vagyunk hajlandó kimondani a nevét, hogyha segít minket szponzorálással, legalább polcokkal. Vitrin is jöhet. Srácok? Hát igazából én is ugye a skandináv bútor cégnél tárolom a cuccaimat. IKEA szekrény, stb. Ezt elszámoljuk legközelebb, mert megint kimondtad. Akkor számolhatjuk. És hát, de időnként kikerül ugye a rendesen a nappaliba is, étkezőasztalra, hogyha olyan van, kanapéra, mondjuk nem tudom miért van ott. Volt, hogy kanapé alatt volt sokáig, nagyon sokáig. És hát ugye tárom az ágy alatt, ágy felett, ágyon. Van, hogy azzal alszok. Jobb, mint a plüss maci? Sokkal. Kicsivel kényelmetlenebb, de de leginkább én is így ugyanígy szekrényem tárolom meg így mindenhol. Szerintem én vagyok az egyetlen, aki nem skandináv bútorokon tárolja. Nekem átlátszó vitrinemben van, illetve... Én alaplapon szoktam tárolni a figurákat, sorozott rendszerben, részekként. Pentium, vagy milyen alaplap? Lego. Király. Na szóval, az én szobámat, mert ugyanis ott tárolom minden egyes legómat, nem lehet oda bemenni, tehát az egy műhelyként van, egy szentélyként van kezelve. Nem járok be oda aludni, tehát nem alszok a saját szobámban. Ez ilyen fura dolog lehet, de ez szimplán így van. De akkor lehet egy kérdésem? Persze. Hol alszol? Fürdőszobában vagy? Hát, nappaliban, földszinten. A fürdőket alkalmas rá. De volna olyan, hogy fürdőben is, persze. Hogy van, hogy nem alszol a szobádban, ami a szobád? Jó, egy kis háttérinfó, kitorta a húgát, úgyhogy megvan a szoba. Hát, összegyúrva a srácoknak, amit mondtak, nekem a feleségem a padlásra száműzött, úgyhogy mi ott tároljuk. Jönnek az négybetű skandináv bútoregységek, úgyhogy szeretettel látjuk a valahonnan onnan a Skandináviából a szponzorálást. Köszönjük szépen! Esetleg, hogyha valakinek asztalos vállalkozása van, akkor tudnám javasolni, hogy vágjon bele kimondottan legóépítőknek, szóló bútoroknak a tervezésébe és gyártásába. Mert tudunk azért segíteni nekik, ezt szerintem megerősítjük. Így van, így van, így van, és valószínűleg van piac ennek a dolognak világszerte. A Magyar Lego Star Wars Klub ajánlásával biztos, hogy menne. Jó, nézzük, ti hol tároljátok? Vitrinesek, föl a kezet? Polcosok, föl a kezet? Na, alakul. Jó, saját szobával rendelkezők, föl a kezet? Hoho, az egy kettő. Nagyon merész. És ki az, aki nem mászik a szobájába? Ó, ez az. Tapsoljuk meg. Állj föl, állj föl. De. Jó, segítek. Negyedik sor, ez az. Hurrá! Te vagy a mi emberünk. Hangosabban. Jó, oké. Na, hát akkor menjünk tovább. Mit csináltok a dobozokkal? Na, lássuk. Hát, ugyanállam csomó doboz van. Egyik részét, ami megvan, tehát ugye a készlethez tartozik a doboz, azt ugye egymásba teszem, ugye a kis dobozt a nagyobb dobozba, és leviszem az erre kijelölt területre, azaz az egyik nyaralónkba, ahova 5 évente egyszer járunk, így az teljesen jó arra, hogy tároljam a legós dobozaimat. Még mondom tovább.
Ezen kívül vannak olyan dobozok, amik nem rendelkeznek készlettel, mert eladtam a készletet, elkeveredett a készlet, bármi történt. Azokat általában díszítésre használom. Például van egy gépházam, aminek a műanyag részét, ugye a külső részét, azt Lego dobozokkal takartam körbe, kilapítottam őket és ráragasztottam. És mi van a telketeken? Mi van a telkünkön? Hát nem csak gyümölcsfák, tudod, ne. Pontosan. Igen, pénzfa? Hát nem, a dobozokról kapcsolatban kérdezni. Ja, hát csomó doboz van, illetve dobozokban doboz, ágy alatt doboz, ágyon doboz, dobozban doboz, 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 doboz. Nos, én szeretek a helyen spórolni, mivel nekem is egy akkora szobám, mint neki, konkrétan ilyen luk. Úgy csinálom, hogy minden nagyba teszek egy nála kisebbet, és ezt így csinálom, mint a Mastyroska babákat. De van, amiket át is alakítok, és valamiben alom lesz. Ezt azért tapsoljuk meg a Matyóska babát. Ugye, valamiket átalakítok, valamikből alom van, és az egyik pont ilyen, ami elég sokat ér, hogy megmondjam. De kidobni nem szoktam őket, azt nem szeretem. Régebben sajnos én kidobtam a Lego szetteknek a dobozait, azonban utóbbi időben elkezdtem én is gyűjtögetni, matrióska módszer, stb. Én az iNemű tartomban szoktam tárolni a dobozokat. Ami már oda nem fér el, az megy föl a padlásra. IKEA-s az iNemű tartó? Hát, ha jól tudom, az egy skandináv országból származó az iNemű tartó, négy betűs cégtől származik. Véletlenül sem mond ki. Igen. Yes. Én a 18 négyzetméteres hálószobámban, a skandináv bútorok tetején, a szekrények tetején tárolom, a dobozban a dobozban a doboz. Remélve azzal, hogy mondjuk most a Classic Space-es Lego készek dobozai 20 000 forintot érnek, azok is azt fognak érni, és szóval tartogatom befektetésnek azokat a rakat kartondobozokat, hát ha megtérül. Amikor én megtudtam, hogy egy doboz akár 20 000 forintot is érhet. Kicsit olyan érzés ez, annak idején a Magyar Nemzeti Banktól sikerült kapnom ajándékba egy ilyen papír brikettet, ami összevágott pénzből állt össze, ugye, amiket kivontak a forgalomba. És amikor azzal fűtöttük a kandallót, mondtam, hogy pénzzel fűtünk, így szórjuk a pénzt. Na igen, nem csak, hogy Lego dobozzal is csináltunk ilyet. Na most már tudom, hogy ezt nem kellett volna, mert hogy cserébe ezeket viszont vissza lehetett volna váltani. És egész egyszerűen most, hogy belekeveredtem ebbe a klubba, illetve ugye mellettem ülő szakértő nap mint nap emlékeztet engem arra, hogy mennyi pénzt égettünk el a Lego dobozok formájában, most kezdem egy kicsit bánni. Úgyhogy ha ne adj Isten, valaki még nincsen benne a legózásban, de belekezdene, a dobozokat mindenképpen rakjátok el nem tudjátok képzelni, hogy mennyit tud érni ez a piacon. Mert ismerős a helyzet, ami ezt illeti. Akkor apám kidobta a Galaxy Explorer dobozát, mert hogy semmit sem ér, aztán 30 000 forint. Vitatkozhatunk rajta, de hallottátok az összeget. Ismételjük meg, mennyi volt az a doboz? 30 000 forint. Tehát az egy nekem doboz, megvan. Üresen, 30 000. Ne dobjátok ki. Illetve mindenképpen nézzetek körbe, hogyha az ismerősöknél esetleg kidobnák, lehet, hogy az még sokat fog érni valamikor. Úgyhogy a Legóra azt szokták mondani, igazából, hogyha hosszú távú jó befektetést szeretnétek, és mondjuk az arany nem egészen lenne készhez álló, vagy nehéz tárolni, fektessetek Legóba. Egészen biztosan tartani fog az értékét, sőt. Hát, ha megnézitek a különböző összegeket, a különböző bevásárlóközpontoktól kezdve, a boltokon át, ezt akármelyikünk aláírja, hogy ez így van. Tehát régen ugye azt mondták, hogy az ékszer, az ingatlan, meg mondjuk, hogy a Lego. Hát most ugye a ingatlan nem megy, marad az ékszer, meg a Lego. Volt egy olyan mondás régen, hogy igazából tanítsad meg a fiadat fotózni, és biztosan nem lesz pénzed drogra. Ezt kiegészíteném azzal, hogy tanítsad meg, vagy szeretesd meg a fiaddal a Legót, és biztosan nem lesz pénzed drogra. Úgyhogy egy nagyon jó befektetés, higgyétek el. Meg azért ne feledkezzünk arról, nem csak befektetésnek jó, hanem taneszközöknek is.
Ugye a gyerekeknek ugye a finom motoros képességüket lehet vele javítani, sőt, ugye egyes betegségek ellen is szokták ugye autizmusról, ugye abba a megfelelő világképbe visszaessenek, illetve ugye különböző mozgáskoordinációs betegségben szenvedők is használhatják. Ettől függetlenül meg tök jó gyűjteni is, meg ahogy elhangzott, ugye rendkívül jó befektetés. Jó, ti mit csináltok a dobozzal? Ez volt a kérdés. Ugye végezetül jövök én. Mindegyikötök látta az Éjszaka a múzeumban című filmet, amikor az egyik ugye mini figurák átmennek a másikba. Na most én ilyen elválasztó falakat gondoltam fogok belőlük csinálni a padláson, úgyhogy doboz a dobozon, nem a dobozban, építünk nekik egy színes falat, tiszta franchise leszek végén. Azért jó felnőtt legósnak lenni, mert ilyenkor tudunk venni magunknak egy saját lakást, ahonnan nem tudnak kidobni minket a legóinkkal. Aztán az ember megnősül, és kiderül, hogy de. És kell még egy lakás majd. Én csak úgy vagyok hajlandó lakás lenne, hogyha lesz egy 30 négyzetméter, minimum 30 négyzetméter, szóval tudok legótárolni. Egy elektronikus zárral, és kettő de ablakattal. Nem érne. De egyébként, Csabi, legutoljára mondtál valamit a Lego Movie filmről. Emlékszel? A pinyó, a pince. Hogy volt az múltkor? Nem emlékszem, hogy volt a múltkor, de a Lego Movie-ban, hogyha ha még megvan az emlék, akkor ott van ugye egy hatalmas nagy pince. Emlékeztek a Lego Movie filmre? És hát... Hangosabban. És hát már... Mozog bennem egy ideje, hogy kéne keresni valahol egy pincét, egy kiadó pincét, meglehetősen nagy alaptérrel, ahol el lehet költöztetni a Legókat. Úgyhogy ha valakinek a 14. kerületben lenne egy kiadó pincéje, feltétlenül szóljon. Mert a gyerek már nem nagyon fér el a szobájában. IKEA-s igazgató kelőnyben. Így van. Ti mit csináltok a dobozzal? Segítsetek nekünk, mondjátok el! Nem hallottam. Bátran, első jelentkezőt, tapsoljuk már meg! Van, amelyiknek még megvan a doboza, van, amelyiknek meg még már nincs. És mi történt azzal? Jó lenne rá emlékezni. Két sör között befűtöttél vele? Lehet. Ilyen ez, amikor az ember 4 évesen elkezd legókat gyűjteni, akkor még összefirkálja a dobozokat, kidobja a dobozokat, aztán amikor nagyjából olyan 8... Vannak emlékeid, fiam, esetleg? Szerintem ez történt a dobozokkal, de csináltam. Pontosan ez történt. Pontosan ez történt. Apám és a kalóz figurái esett. Amikor neki fekete kalóz kellett, piros pólós helyett, és átfestett az egészet alkoholos filztollal. Szuper. Köszönjük szépen egyébként a hozzászólást. Köszönjük. Azért tapsoljuk meg az úriembert. Hát jó, hát akkor más valaki... Jó, következő kérdésünk. Mivel csináljátok egyedivé? Az azt jelenti, hogy megvesztek egy szettet, az ugyanúgy néz ki, mint mondjuk a szomszédban lévői, de mivel csináljátok meg azt, hogy a sajátotok legyen? Én vagyok itt az egyetlen kakukktojás, mert én egyáltalán nem nyúlok egyetlen egy szethez sem, és soha nem is volt erre példa. Mert én nem szeretek hozzá nyúlkálni, mert egyszerűen baromi drága, amiket én szoktam venni. És egyenesen fáj a szívem, amikor azt mondják nekem, hogy építsd át, ez nem jó, nem ugyanaz, mert egyszerűen nem visz rá a lélek, és nem szeretek nyúlkálni hozzájuk. Nos, én hát szettemet nem nagyon szoktam, de figurákat, mondjuk ha valamelyik nem filmszerű, vagy nem úgy van, ahogyan az adott műben, akkor azt addig alakítom, ameddig nem lesz tökéletes. És beletartozik, hogy néha én is megrongálok egy-kettőt. Na szóval, én az összes meglévő LEGO szettemet szétszedtem az online oktatás ideje alatt, mert meguntam, hogy a LEGO néha igénytelen, és nem úgy csinál meg dolgokat, mint ugye, hogyan az adott filmben, sorozatban szerepel. Magamtól építek, én így tudok legjobban érvényesülni. A figurákkal is ugyanez a helyzet.
A Lego nem dolgozza ki őket úgymond 360 fokban, tehát nincsen mindenhol részlet. Hát megfogom a figurát. Nem a részlet, nem. Kifestem, szétvágom, okay, jó, ragasztom, jó, fűrészelem, jó, reszelem. Backstage-ben lesz egy kis dolgunk. Igen, követtem el hibákat, egyes drágább figurákat is, ugyan, amikor még nem voltam ilyen... Amikor még nem voltam ilyen hozzáértő, és nem tudtam az adott figurának az árát. 30 ezeres Rex, 40 ezeres trón. Van még valaki? Kicsit segítek a fiúknak, összefoglalom. Tehát upgrade-eli a figurát is. Mert pontosan. Mert mi szeretnél lenni? Lego tervező, tehát az lenne a célom, hogy megújítsam a figurákat, hogy ne legyenek ilyen, tehát hogy a gyerekek minőségi játékkal játszanak, ha már játszanak, illetve a felnőttek minőségi termékeket gyűjtsenek. Valljuk be őszintén, hogy nem sok arckifejezése van a figuráknak, úgyhogy ha filmbeli dolgot szeretnénk, akkor azért időnként illik belenyúlnunk ahhoz, hogy az olyan legyen, mint a filmben. Tehát ha filmhűek szeretnénk lenni, akkor bele kell nyúlnunk sajnos. Hát én... Vannak azok a szettek, amiket megtartok úgy, ahogy vannak, mert hogy az úgy jó. De vannak azok, amiket átépítek, vagy szétszedek. Lényegében én is fejlesztem őket, hogy jobban nézzenek ki. Igazából ennyi. Ugye a Legót ugye gyerekeknek készíték és találták ki. Szóval mondjuk van pár olyan készítőjében, elcsúfítják olyan dolgokkal, ami a játék funkciókhoz kell. Szóval általában azt ki szoktam szedni, el szoktam építeni, helyettesíteni, pótolni szoktam. De mondjuk a saját építményeimben szoktam elrejteni egyszer-kétszer bögrét. Ez az én névjegyem, és ez jó kis ilyen rejtett kis dolog. Szóval, ha a standnál jártok, keresitek bögréket, bátorítalak rá. Igen, és egy kicsit összefoglalva, tényleg a standunkhoz gyertek, a másik teremben vagyunk, a nagy színpad mellett közvetlenül, és ott nyugodtan nézzetek körbe minden apró pici részletet. És ami kapásban az eszembe jut, hogy például van ott egy olyan szett, amiből kettő darab van, az egyik a gyári szett, a másik pedig a kicsit megmókolt szett. Érdemes megnézni a különbségeket. Illetve van három ezer éves sólyom is lerakva, egy egészen pici, egy közepes, meg egy egészen nagy. Ott lehet látni egyébként, hogy milyen részleteket, milyen módon lehet kidolgozni, akár piciben, akár nagyban, hogy a végén valami egészen filmhűt sikerüljön kapni. És hát láttam azt, hogy a pici egyébként hogyan készült. Abban tényleg meglehetősen sok munka van, hogy az tényleg a lehető leginkább hasonlítson ahhoz, amit egyébként a filmben lehetett látni. Mindig kérdezitek tőlünk, hogy mennyi idő összerakni. Sok. Nem az összerakásról van szó, mert az akármelyik gyerek meg tudja csinálni. És most lehet, hogy kapunk még egy keresztet a gyűjtőktől, de igazából, hogyha filmhűen akarjuk megcsinálni, akkor nem órákról van szó, meg napokról, hanem hetekről. Szétszeded, összerakod, még mindig nem ugyanaz. Megcsinálod még egyszer, még mindig nem ugyanaz. Aztán utána vársz fel egy kicsit, utána megint szétszeded, megint csinálsz vele valamit. Na ez már olyan, hogy ezt meg lehet mutatni, de ez még mindig nem ugyanaz. És azt eljátszhatod még 50-szer is, és akkor lesz talán olyan, amire kitaláltuk az öktől a legelején, amire vágytál, ami a képeket lementetted, vagy előtted vannak a filmjelenetből. Tehát ha filmhűen szeretnénk valamit megépíteni, akkor venni kell a fáradtságot, és időbe és kocka mennyiségbe ezt nem nagyon lehet mérni, szerintem. Igazán van, fiúk? Igen. Például az én DC-17-es pisztolyom volt anyári projekt, ami 3 hónap, szóval többször is újra próbáltam, csináltam több prototípus, de a végeredmény szerintem nagyon jó lett. A Rex fegyveréről beszélünk egyébként, aki nem tudná. Tehát a Rexnek ugye van 2 darab ugyanilyen fegyvere, benne a Star Wars zónában keressétek meg. Csináltunk közös képeket, ahol a 2 fegyver egymás mellett van, mármint ugye, amit filmhűen csináltak, és mellette meg a miénk, ami ugye kockákból lett összerakva. Megsúgom, nem lett ragasztva, úgyhogy ez nagyon fontos nálunk. Érdemes megnézni ezeket a dolgokat. Nagyon-nagyon figyelembe ajánlom mindenki számára. Jó, hát a bögréken túl vagyunk. Én még nem tudom, a piros pöttyös igazi vagy sem. Ja, az a másik cég. Jó, hát egyedi.
Elég sokan elmondtátok már, hogy filmhű, mi is próbálunk filmhűen építeni. Nekem van két fiam, az egyik itt ül, a másik odahaza van sajnos, mert neki dolgozata lesz, úgyhogy innen drukkolok neki. A lényeg az, hogy a filmben lévő dolgokat alapján valamikor 3-4 óra telik el abban, hogy csak a képeket összeszedjük, hogy mi alapján fogjuk összerakni. Tehát a háttérmunka is rengeteg idővel fog járni. Gondolom, a srácok ezt megerősítitek. Aha, igen. Úgyhogy képzeljétek el, hogy rengeteg időbe telik az, hogy mire elkészül. Úgyhogy amikor oda jöttök hozzánk, akkor nagyon szívesen, akár tételesen ezt meg tudnánk beszélni. Most a nézőkhoz szólnék, hogy ti hogyan csináljátok egyedivé. Vannak olyan srácok, hogy megveszik a szettet, és mondjuk a bordó lapokat lecserélik rajta mondjuk kékre. Vagy csak szemben szétkapják. Gyertek bátran! Egyébként közben, hogyha valaki szeretné egy kicsi betekintést kapni abba, hogy mivel jár mondjuk egy ilyen egyedi építés, a YouTube tele van olyan építős videókkal, ahol szépen végig lehet követni, hogy az ötlettől a megvalósításig egyébként mekkora utat kell bejárni. Na azt gondolom, hogy azért a legtöbben a Legóval találkoznak. A legtöbbeknek a Legó az tényleg nagyjából addig szokott tartani, ami ugye a gyerek pici, kicsit megnő, aztán 10-12 évesen maga mögött hagyja. Viszont egy csomóan vannak ma már, és egyre többen vannak a világon olyanok, akiknek ez egy olyan hobbi, csak megint vissza tudok utalni itt a másik teremben levő kollégákra, akik nem azt hiszem, hogy nincsenek itt, mert éppen őrzik a standot. Hát érdemes megnézni, hogy hányan vagyunk mondjuk olyanok, akik már bőven túl vagyunk a 40. életévünkön, és még mindig itt a Legóban vagyunk benne. Ugye még külön nevük is van ezeknek az embereknek. Úgy hívják őket, hogy Adult Fans of Lego, ugye az afolok. Ez tényleg egy életforma tudhat lenni, és egy olyan hobbi, amiben az ember nagyon-nagyon bele tud szerelmesedni. És igen, utána pedig jönnek a különböző kihívások. Hát itt ugye a tagok alapvetően a Star Wars-t választották, és hát érdemes megnézni azért az itt ülőket. Tehát, hogy azt gondolom, hogy a 12 éven lassan most már nagyjából mindenki túl van, és így maradtak, és így is fognak még maradni szerintem nagyon sokáig. Egyébként ajánlom figyelmetekbe az oldalainkat, a Facebookon és az Instagramon is fönn vagyunk. Érdemes minket fölmenni, megnézni, nem csak saját cuccaink vannak, hanem híreket, információkat, mások által becsben tartott, sőt, mondhatjuk, hogy barátainknak a dolgait is meg szoktuk osztani, és ha már fönn vagytok, akkor szeretnénk, hogy esetleg lájkolnátok is az oldalunkat. Most van körülbelül még 30 másodpercünk, nem csak a két oldalunkat, hanem a YouTube csatornánkat és meg a TikTokot is meg tudjátok nézni, valamint ugye van weboldalunk is. Fölhívom a figyelmet, hogy nem csak nézhetitek, hanem be is állhattok közénk, úgyhogy bármilyen kérdéssel vagytok, gyertek át hozzánk a Star Wars zónába, szívesen látunk mindenkit, és nagyon szépen köszönjük a rendezőknek, hogy ilyen gyorsan tudtak rendelkezésükre állítani a mai napon ezt a kis beszélgetést. Köszönjük nektek, sziasztok! Sziasztok!